8-szal, újabb 6 pont tehát Márton Anita zsebében a pontversenyben. Viszont hát ott volt Valadi Adams is a mezőnyben. Igen, aki nem csak hogy 193 centi, 120 kiló, de valóban a világ legjobbja is. És hát nem csoda, hogy másfél-két métereket szokott verni a mezőnyre. Ezúttal is ő nyert. Egyelőre még érződik az, hogy azért egy könyök és válműtéten van túl. Még a 20-21 méteres lökések elmaradnak, de azt nagyon jól látni, hogy Márton Anita a többieket üti-vágja. Igen, és az összetettben a második helyen áll.